Tamás vagyok, a gondolkodó. Mai videóm címe, meddig menjek el valakiért. Ez a videó ez valójában azért készült, mert környezetemben, mint már egy videóban említettem, egy időben elszaporodtak az állandó kérések felém, és még egy bicérzésnyi se, egy köszönöm se jött vissza érte, és akkor szép lassan rázogattam ezeket az ismerőseimet. Majd nemrég egy olyan 2-3 hete feltűnt egy ugyanilyen régi. Pontosan tudtam, hogy valójában ugyanez a terve, mármint hogy szívességeket kér, akár költségeseket, akár költség nélkül, teljesen mindegy. Viszont a költség nélküliekben benne voltam, mondom, akkor játszunk egyet. Költség nélküliekben benne voltam, és mihelyt éreztem már, hogy kezdi a határokat feszegetni, vagy feszengetni, akkor egy elég erős stoppot húztam, konkrétan nem leges választ kapott valamire, és elővett egy nagyon régi történetet, 10 éves történetet, illetve nem mondanám, hogy ott ő segített volna rajtam, de közel nem lehetett arányban, amit én tettem idáig érte. Az egy közös dolgunk volt. Viszont úgy érezte, hogy ez lesz az a pont, amivel ő engem meghat. Nem sikerült neki. Hál' Istennek el is köszöntünk egymástól. Illetve jelezte felém, hogy ez neki nagyon rosszul esett. Hát mondhatnám, hogy érdekel, de nem igazán. Ugyanis gyakorlatilag így készült ez a kommunikációnak, így álltam neki, hogy kiugrasszam a nyulat a bokorból. Én megkértem, hogy legyen kedves, törölje a telefonszámomat a hívásisztájából. Tudom, hogy fejből is tudja, de azt hiszem, vagy évek múltán kikopik, vagy pedálozhat még elég sokat fog nyilván, mert eszébe jut, hogy ez most egy gyenge próbálkozás volt az én lelkemnek a megtörésére. Kinevelődött belőlem az, hogy bármit el lehet érni nálam egy kis lelki ismeretfordulásnak az okozásával. Ő ezt ismerte, azt az énemet, hát az elmúlt. Kinőttem, ford belőlem, ezt én sem tudom, vagy szándékosan elnyomom, viszont semmit nem érte, sőt, igazából azt érte, hogy még jobban, még erősebben ellen tudok állni ilyeneknek. Nagyon jó gyakorlás volt ez, mert igazság szerint ő biztos volt abban, hogy én azonnal ugrani fogok neki. Hát nem tettem. Nem tettem rosszul, úgy érzem, és hosszú távon mindenféleképpen egy jó tanulás volt. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ha még esetleg nem iratkoztál volna fel a csatornámra, tedd meg kérlek. Csengetjük néha, ha beállítod az összes videómról való értesítést, akkor tudni fogod az összes videómról, mikor megjelenik. Mellette lájkolj, üzenj a komment szekcióba, a témát dobnál fel, azt is nagyon szépen köszönöm, mert igazából mindig jönnek újabb és újabb ötleteim, és bármi egyéb információd van, vagy akármi igényed felém, akkor ismered az elérhetőségemet remélhetőleg, hanem akkor kérd el, légy szíves, a komment szekcióba. Köszönöm, hogy meghallgattál, szia!